A kicsik már készültek a farsangi bárra a 60-i napsugár óvodában. Ez a színes lufik, ünnepi édességek és jelmezes mulatságok időszak a 60-ban. A kis pingvinek, mackók, matrózok és bohócok izgatottan várták, hogy felvonulhassanak, és megmutathassák produkciójukat szüleiknek és hozzátartozóiknak. A Kodály Zoltán érték közvetítő és képességfejlesztő általános iskolában felsorakoztak ninzsák, kalózok és focisták is a fesztiválon, de volt, aki nasi masinának, boszorkánynak vagy éppen varázslónak öltözött. Vízkeresztkor kezdődött a farsangi időszak, a 60-i óvodákban és iskolákban is minden évben együtt ünnepelnek. Most is voltak olyanok, akik egyéni jelmezekben mutatkoztak. Öltöztem, és nagyon tetszett ez a mese, és azért öltöztem neki. És azért öltöztem űrhajósnak, mert nekem ez a ruha tetszett. Több osztály csoportosan öltözött be, így felvonultak szakácsok, ősemberek és szellemek is. Mert szeretünk főzni, meg sokat eszünk. Hát néhány ember válogatós is. Meg szeretünk főzni és megadni is. Több iskolában, így a Szent István Sportiskolai Általános Iskolában keringővel is készültek a diákok, amire sokat gyakoroltak. Kellenek is ezek a közösségi rendezvények, úgyhogy szerintem nagyon jó, hogy vannak és legyenek is a továbbiakban. Az ötösszámú általános iskolában nem csak ünnepi tánccal készültek a tanulók. Járok ilyen Dance Square Sport Egyesületbe, és ilyen latin táncokkal készültünk, és még jött velem három lány, és azt mondták, hogy ők is szeretnének ilyet csinálni. Az intézmény vezetője elmondta, a farsangi bálnak nagy hagyománya van náluk. A gyerekek erre már hónapok óta készülnek, a nyolcadikosak a táncra, és az osztályok pedig a produkciókat megpróbálják kitalálni, elkészíteni a jelmezeket. A legtöbb osztály csoportos jelmezben gondolkodik, mert ugye együtt, egységben az erő, és hát így készülnek az osztályfőnökök segítségével. A farsangi bálok célja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hangos mulatozással közösen üzdék el a telet.